Először is, ugye köszönetet mondok önöknek, hogy válaszoltak a hívásunkra, meghallották a hívásunkat. Ahogy szétnéztem a terembe, szinte azt tapasztalom, hogy mindenki a tavalyi helyét foglalta el. Ez olyan jó érzés, hogy mindenki tudja, hogy hol ült és hol ült most vissza. És ha ide nézünk jobbkész felé, akkor itt vannak a segítségek, akik sürögnek, forognak a konyhán. Tavalyak? Igen, bővültünk is. Yeah.
végvári rokonaim, barátaim és ismerőseim. A végvári iskola évfordulójára írtam egy verset, akkor nem volt alkalmam elmondani. Közben rájöttem, hogy ez az a közeg, ahol ezt a verset valószínűleg megértik és értékelik. A címe: Kádár Károly üzenete. Vannak családok e honban, amelyek, mint az ABC betűi, vagy az életmentő csermely, egyszer csak elfogynak, váratlanul kiszikkadnak. Vannak családok e honban, amelyek az ABC-t tanítva rávezették a falut a tiszta vízű csermely áldásaira, és közben fogyóra fordultak. Kádár Károly tanított, amíg tartott a betű. A csé, a gyé, az ü, az ő, a kőkemény ká sorra üzen. Amíg tartott az ABC, Kádár Károlynak az A betű az akaratot, a B a becsületet, a csé a családot, a D a derűt, a gyé a gyalázatot, a jé a jótettet, az M a magyart jelentette. Mégis elfogytak a betűk, elfogyott a család is. Mi van? Az iskola, a betűhordozó. Kádár Károly azt üzeni: betűből is lehet iskolát építeni, a diófa alatt is lehet tanítani, amíg a mester és a tanítványok becsülik a csé, a gyé, az ü, az ő, vagy a kőkemény ká betűt. Ezekből örök iskolákat építünk, imár eladhatatlanul. Köszönöm szépen! Thank you.
szobámban minden olyan kihalt üres.